Így néznek ki a linó metszéshez szükséges segédeszközök, amelyek nélkül nem készülhet korhű metszet. De a véső és a parafa mellett más hozzávalóra is szükség lehet. Szepesi Béla grafikus művész legújabb nyíregyházi kiállítását például egy 17. századi útikönyv, valamint a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójának közelsége inspirálta. A szóban forgó könyve Daniel Sperr, egy lengyelországi német nemzetiségű író és zeneszerző írta, aki a kíváncsi külföldi szemével örökítette meg a magyar kultúrát hordozó városok képét. Na most, ahogy végigolvastam a könyvet, így végigpergett a szemem előtt, hogy ez a rendkívül gazdag kulturális pezsgés, amiről szinte nem is tudtunk, mert mindig valahogy a mai Magyarországból indulunk ki, pedig hát tudhatnánk, hogy a mai Magyarország területének több mint 3,5-szerese volt az akkori úgynevezett Nagy-Magyarország, és azok a kultúra hordozó elemek, amelyeket itt megragadott a Daniel Sperr, azok mindegyike a mai határokon kívül van. És ennek az aktualitását az adja, hát itt éppen ugye a trianoni évfordulóhoz közeledve, hogy tulajdonképpen azok a városok, azok a területek mentették át mi számunkra, a mai Magyarország területén élők számára, amit egyáltalán magyar kultúrának nevezhetünk, és azt is bemutatta, hogy ez mennyire kapcsolódik az egyetemes történelemhez, az egyetemes kultúrához. A linó metszetek mellett a tárlat Szepesi Béla nemrégiben készült toll és ecset rajzaiból, valamint a témához és korhoz kapcsolódó akvarellekből is megmutat néhányat. A grafikus művész úgy véli, a digitális képalkotási eljárások fejlődése mellett megnövekedett a régi, kézzel készített metszetek értéke is. Emiatt is különleges helyet foglal el a művész életében a most látható kisebb tárlat, amely teljes egészében idén szeptemberben lesz látható. 1980-tól 2020-ig megnéztem a nagy grafikai biennáléknak a sokszorosítási technikáit, hogy hogyan vált uralkodóvá az úgynevezett szitanyomás, hogyan lett dömpingszerűen meghatározó a 2018 körüli időkre a digitális grafika, hogy szinte 60%-ba ezzel készültek a munkák, és az utóbbi években viszont azt viszem észre, hogy egyre inkább térnek vissza a manuális technikákhoz. Tehát ahogy az emberek olyan órát vesznek, ami mechanikusan készült, olyan sörtésznek, ami kézműves, meg olyan szappannal mosakodnak, ez a fajta egyediséghez megismételhetetlen, vagy csak korlátozott a számban való megismételhetőséghez való viszony, az egyre inkább a mai kor emberének is sajátjává válik. A Kállai gyűjteményben megnyílt kiállítást június 19-éig tekinthetik meg az érdeklődők.